Szevasztok gyerekek, egy Guinness kísérletben fogtok most részt venni, ugyanis meg fogjuk csinálni a világ legegyszerűbb kajáját a világ legegyszerűbb videójában. Jön a Z-féle krémsajtos rántottás szendvics. Kápia paprikával fogunk indítani, fogok két vagy inkább három szép példányt, kiszedem a csumáját, kirázom belőle a magokat, aztán ezeket a paprikákat félben nyisszantjuk, kiszedjük a bennük lévő maradék magokat, illetve ezeket a fehér ereket, és vékony kis csíkokat vágom belőlük. És ezek a paprika csíkok így, ahogy vannak, szépen repülnek egy száraz serpenyőbe, ezt már előzőleg felforrósítottam. Olaj, vaj nem megy alá egyáltalán. Egy kis sót dobok rá, meg persze tolok rá egy kis borsot, és hagyom, hogy így szárban lepiruljon az egész. Egy kicsit összeestek a paprikák, meg itt-ott el is kezdtek pirulni, akkor dobunk rá kb. Egy evőkanálnyi balzsamecetet, ezzel jó alaposan átforgatjuk, és utána dobunk rá még egy szép darab vajat is, és hagyjuk, hogy ez is ráolvadjon a paprikára, és ezzel az olvadó vajjal szépen összerázzuk az egészet. Hogyha vajjal is szépen átforgatjuk a paprikákat, akkor ezt félredobjuk egy tányérra. A serpenyőt ezt pedig gyorsan kitörőjük egy papírtörlővel, mert azt nem akarjuk, hogy majd a rántottába is belekerüljenek ezek a kis lepirult, égett részek. És hogyha újra tiszta a serpenyő, na akkor megcsináljuk a frankó perfekt rántottát. A rántottát mindenki vágja, hogy kell összedobni. Én most 5 tojás fogok szépen beletörni egy tányérba. És hogy igazán krémes legyen a végeredmény, hogy nagyon-nagyon frankó legyen a rántottánk, egy kis krémsajtot fogok belepakolni, méghozzá egy jó nagy evőkanálnyit. És ha ez benne van, akkor még sózom, borsozom, alaposan összekeverem, és már süthetjük is. A metódus az nagyon egyszerű, közepesen forró a serpenyő, bedobunk egy kicsi vajat, hagyjuk, hogy szépen felolvadjon, és ha már nem habzik, akkor rá is öntjük a tojást. Érdemes megvárni, a tojást egy kicsit kezdjen összeállni, ha megnézitek, akkor itt a szélén lehet látni, hogy kezd megszilárdulni, és ilyenkor lehet határozott mozdulatokkal, nézzétek meg, mint egy ilyen lepedőt így összegyűrni az egészet, közben a helyére befolyik még a nyers tojás, és nézzétek meg, hogy milyen csodálatos, laza szerkezetűvé válik az egész. A krémsajt az ilyen kis márványosan itt-ott benne van a tojásban, a hőhatására ez is elkezd megolvadni, és csodálatosan krémes lesz az egész. Jöhet is a szenyók összeszerelése. Egy jóféle roskagyelet gazdagon megkenek krémsajttal, rádobom az éppen elkészült lágy rántottát, pakolok a tetejére a balzsamecetes paprikából, és kész is vagyunk. Krémsajtos rántottás, szendvics, pipa! Még most iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és figyeljétek a többi receptünket is. Szevasztok! A videót a friss Arla krémsajt támogatta.